Menekültek sorakoznak az egyik európai bevándorlási hivatal előtt. Az Unióban szeretnének letelepedni, a jobb élet reményében. Órákon át várnak családostól, gyerekestől, hogy végül felmutassák a sorszámukat és bejussanak az ügyintézőhöz. Ez azonban még semmit nem jelent. A kérvényezők száma országonként több ezer, a menekült státuszt azonban csak néhányan kapják meg. A Balkánról is sokan próbálnak szerencsét az észak- és nyugat-európai országokban. Elsősorban Németországban, Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban, Luxemburgban és Svédországban próbálkoznak. Ezek az államok most megelégelték azt, hogy a Nyugat-Balkánról, vagyis Szerbiából és Macedóniából rohamosan megszaporodott a hamisan menedéket kérők száma. Hogy ezt megakadályozzák, ismét bevezetnék a vízumkényszert a két országgal szemben. Csütörtökön délután Luxemburgban ülésezett a témával kapcsolatban az Unió igazság és belügyi tanácsa. Getting rid of visa with our neighboring countries and partners is very important in order to increase people-to-people contact, and that is a process that we need to build upon and to expand. But there are severe concerns, and we discussed them today. The number of asylum applications from the Western Balkans to the EU have increased with 75% since last year. So this is indeed a lot. And very few of them are actually accepted. A microscopic level do get asylum, and this is something that many member states have expressed their concern about. It is time for the Balkan countries to address this situation seriously. We have on numerous occasions spoken about this. A tanács végül úgy határozott, hogy mielőbb el kell fogadni az úgynevezett védelmi kitételt, amely lehetővé tenni, hogy ideiglenesen felfüggesszék a vízummentességet. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha az Európai Tanács és az Európai Parlament is elfogadja a javaslatot. Az Unió igazság és belügyi tanácsának ülésén arról is beszéltek, hogy Szerbiának és Macedóniának is lépéseket kell tennie a menekült áradat visszaszorítása érdekében. Tobias Billström, svéd migrációs és menekültügyi politikáért felelős miniszter azt mondta, a legtöbb menedékkérő a tekintett országok valamely kisebbségéhez tartozik, így ezen országoknak a kisebbségpolitikájukon kell javítaniuk, lehetővé tenni a könnyebb beilleszkedésüket, elsősorban nem azért, mert fenyeget a vízumkényszer visszaállítása, hanem azért, mert az uniós tagságra pályáznak. Az EU képviselői a jövő héten várhatóan az albán fővárosban, Tiranában találkoznak majd a régió politikai vezetőivel.